A nagy füsttel és zajjal járó driftelésre sokan felfigyeltek. Akik igazán bátrak voltak, azok még a sofőr mellé is beülhettek. Megpróbáljuk megmutatni az embereknek, hogy milyen ez a drift, milyen ez az életérzés, ez a hátsókerekes autóval. Spontán kitalálunk ilyen kunsztokat, és akkor azt próbáljuk megcsinálni. A driftelésen kívül természetesen rengeteg másra is találkozhattak a látogatók. Ritka autókat és motorokat csodálhattak meg. A főszervező azt is elárulta, hogy ez az esemény hogyan is jött létre. Ez azért jött létre pár évvel ezelőtt, az egyik barátommal arról beszélgettünk, hogy a környéken nincsen olyan automotor tuning találkozó, amire el lehetne menni és ki lehetne látogatni és meg lehetne mutatni a szép kis járgányainkat a többieknek. Így összedugtuk a fejünket, és gondoltunk egyet, hogy akkor ezt megszervezzük. Ez olyan jól sikerült, hogy most már 5. alkalommal szervezzük meg, és a pécsiek környékiek, sőt igazából Debrecenből, Győrből, Szegedre jönnek ide hozzánk, aminek nagyon örülünk, hiszen most már mondhatni azt, hogy ez egy országos rendezvény lett. A különböző bemutatók mellett sok étterem is kiköltözött a helyszínre. Az éttermek és az autók mellett a gyerekekre is számos program várt. Ők is vezethettek autókat és motorokat, igaz, egy picit kisebb méretben és elektromos változatban. A Magic Team Pécs már több mint 5 éve foglalkozik ilyen gyerekjátékokkal, mint látszik is, nagyon sok játékunk, szórakoztató eszközünk van, és évek óta, ugye mi már az 5. motorsorról beszélünk, évek óta kijárunk ide, nagyon sok látogató jelezte, hogy milyen jó ötlet volna, ha mi is kihoztuk volna a kis járgányainkat. Idén biztosítottunk erre lehetőséget. Az egésznapos programok mellett este a bulizni vágyókat is szívesen látták. A fesztiválon számos előadó és DJ is megjelent. A szervezők elmondták, hogy nem szakítják meg a hagyományt, és jövőre is lesz pécsi autó- és motorshow.